Idén megújulhat a hang- és fénytechnika, de tervezik a fűtés és a nézőtér felújítását is a város kulturális életét irányító egyesületnél. A Pannonkapu Kulturális Egyesület az elmúlt hét közepén tartotta meg éves rendes közgyűlését. Szűk létszámú közgyűlésen fogadták el az elmúlt évi munkáról szóló beszámolót és az idei munkatervet is. 2020-ban 55 millió forintos önkormányzati támogatással mintegy 70 millió forintból gazdálkodhat az egyesület, rendezvényekre 33 millió forintot terveztek. A legfontosabb feladataink közé sorolnám elsősorban a színházi előadások fejlesztését, a színpadtechnika fejlesztését és a hangfényberendezések fejlesztését, valamint a nagy rendezvényeink, a nyári nagy rendezvényeink, Szerelmesek Fesztiválja, Hoplá Fesztivál, Történelmi Napok, augusztus 20, május 1-e, megújítását, megújulását, színesebbé tételét. Pályázatot nyújtottunk be az önkormányzat segítségével öltözőfelújításra, hangfénytechnika korszerűsítésére. Nagyon szeretnénk a nézőteret is megújítani, hogyha egy mód van rá, mivel a színházunk már elég régen épült, új nézőtéri székeket szeretnénk beszerezni. Az első és legfontosabb az a hang- és fénytechnikának a korszerűsítése, amire ugye pályázatunk is van, beadott pályázat, de még nem tudjuk, tehát elbírálás alatt van, nem tudjuk, hogy nyertes lesz-e. Továbbra is a havi egy színházi előadás az továbbra is megy, valamint március 27-én fog debütálni a Színházak Világnapján a Pannonkapu Kulturális Egyesület színjátszóköre, ahova mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk majd. Nem részletezem, hogy mit, mert egy kicsit avantgárd stílusú lesz. Nem volt példa még ilyenre Szent Gotthárdon, tehát ez egy teljesen új hullámot fog, egy másfajta művészeti rálátást fog mutatni a nézőközönségnek. Az év elején természetesen a legfontosabb kívánsága az egyesület vezetésének, hogy terveiket minél gördülékenyebben meg tudják valósítani. Én ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy soha ne legyen rosszabb, mint az előző év, amit már túléltünk.